Sziasztok, üdvözlök mindenkit a 11. Járatlan utakon. Több kerekasztal beszélgetés lesz. Mi az alacsony büdzséjű utak és hosszú távú utazásról fogunk beszélni. És akkor kezdjük azt, hogy Marcod ad a mikrofont, és akkor pár mondatban mutasd be magadat. Üdvözlök mindenkit én is. Én Bóka Márton vagyok, alias Marcello. Amit róla tudni érdemes, hogy 10 év Ausztriában élek, az osztrák-szlovén-olasz hármas határnál. Földrajzilag egy elég jó helyen, én azt gondolom. Mindenféle extrém utazásaim voltak már, legfőképpen biciklivel, most legutoljára kajakkal, éppen 2 hétig elvesztünk a Horvátország lakatlan szigetei környékén. Ezek általában mindig minimál költségvetéssel futnak, minimál felszereléssel. A biciklitúrák azok ilyen 3 hetesek szoktak lenni, vagy 1 hónaposak. Így bejártam már például Korzika szigetét, voltam egy karibi szigeten is így, illetve Horvátország, ez nekem nagy fétisem, én végig tekertem a partját egészen Rijekától le Makarszka alá, úgyhogy szerintem fogok tudni releváns tanácsokat, tippeket adni sok mindennel kapcsolatban, de azért mondom, hogy először is majd a ti kérdéseiteket várjuk. Attila. Én Méreg Attila vagyok, a YouTube csatornán Világjárók Klubja Bécs, de Méreg Attila néven is Instagramon, LinkedIn-en, bármilyen használtok, megtaláltok, mindenhol aktív vagyok, próbálok aktív lenni, és számomra ez fontos, hogy értelmes, releváns, informatív tartalmat gyártani. És nálam a főcsapásom az El Camino volt, ennek az El Camino-val kezdődött a kicsi, low budget utazások, mert az első utat, azt megcsináltam a klasszikus francia utat, a Camino de France, de utána Gellert kaptam, és megcsináltam nagyban, úgyhogy a Budapesttől, a 0 km-től elindultam egy hátizsákkal, egy 20 kilós hátizsákkal a hátamon, ami végül egy 7 hónapos, 5300 km-es trip lett. Tehát, hogyha valakit ez érdekel jobban, akkor ebbe fogok belemenni. Én a Couchsurfing-t nagyon szeretem, nem tudom, de a Couchsurfing-t használtad. Akkor arról is tudunk beszélni, az is nagyon jó módja ismerkedésnek, a kiadásainak, az alacsony tartásának. Gyertek csak. Nagyon autentikus, hogyha az ott élő, most ez Barcelonáról van szó, vagy akár Budapesten, tehát én Budapesten is Couchsurfing-en poénból, hogy meglássam, hogy milyen itt. Egy külföldinél Couchsurfing, és ő hogy látja Budapestet. Tehát ez is egy nagy téma. Én egy világkörüli utat is megcsináltam stoppolással, nem végigstoppoltam, de Új-Zélandon, Amerikában stoppoltam, tehát nekem az is egy nagyon szív ügyem. Van több téma, tehát az El Camino, a Couchsurf, a stoppolás, még a Dumpster Divingot is ide rakhatom, 2 évvel ezelőtt még azt is belevettük izgalmas szempontból, hogy mit is jelent, hogy miért. Én egy ilyen ökonáci vagyok, szoktam magamat így. Én igaz, még nem vagyok vega, meg nem vagyok, mint a vászonzsákos lány, de próbálom azért az életemet igen tudatosan élni, és például a Dumpster Divingon is igen sok mindent meg lehet spórolni a hétköznapjaimban, meg az utazások alatt. És akkor váljunk is bele, Marci, a legfrissebb élményed, ez a kajaktúra, amiről majd fogsz egy előadást is tartani. Neked ez a felfújható kajakozás, ez hogy jött, kinek ajánlod, mit látsz benne nagyon potenciált, hogy ezzel hogyan lehet spórolni egy utazást? Na kezdjük akkor azzal, hogy lehet ezzel spórolni. Hát mindenféleképpen azzal, én nekem is van valami hasonló mottom, mint Attilának ez a dumpsterezés, meg stb. Én azt mondanám, hogy önerőből bárhova is. Az önerőt azt értsétek fizikailag, illetve anyagilag is, de szerintem egyiknél sincsen szponzora vagy támogató. Még úgy gondolom. Még. Nyugodtan, emiatt is meg lehet keresni. Na most a kajakkal nagyon nem kell szerintem különösebben ragozni. El lehet jutni olyan helyekre is, nyilván ahova ugye a szárazföldön soha az életben nem tudnám megközelíteni. A másik pedig, ami jó benne, hogy azért a rendkívül sok hosszú kilométeres partszakaszon tulajdonképpen bárhol meg lehet állni, fel lehet venni a sátrat, lehet vadkempingezni, ami egyébként mi tudjuk tőlünk nyugatra mindenhol tilos, de módjával, de ezzel azért nagyon-nagyon sokat meg lehet spórolni, illetve az ugye, hogy nincsen úti költségen, a saját kajakoddal mész, tulajdonképpen nagy az úti költség, amit magadban tankolni kell, mert azért mondjuk a napi 4000 kalóriát égetsz oda, nem vagy el azért 2 darab vizes zsebléden, meg 10 deka a parizelre, ez biztos, de azért óriási élmény, meg maga az a tudat, hogy mondom ezt, hogy saját erőből jutottál el oda. Nekem ez azért mindig sokat volt az egész élmény. Én sokszor megkapom ezt a kérdést, hogy hát persze, mert drága kajakkal könnyű, meg biztos speciális. Annyira nincs benne semmi speciális, hogy Ausztriában a Bauhausnak a polcáról lett leemelve egy sima mezei felfújható kajak, 300 euróba került, tehát tényleg semmi extrát nem tud. Mondjuk én már végigjártam ezt a kajakiskolát, ez egészen pontosan az 5. kajakom. Volt a dekatonostól kezdve minden, viszont ennél találtam meg azt, amire úgy én azt mondom, hogy nekem ez jó és tetszik. Ennyi ez a kajak, semmi, mondom tényleg semmi különlegesség nincsen benne. Szerintem a legjobb, ami volt idáig, az a dekatonos kajakon volt, szerintem ezt ti is láthattátok, már egy csomó helyen ki volt most állítva nyáron, és ezek az ipilit kajakok, és azokból volt a 3 személyes, aminek ilyen gyöngyvászon, vagy nem tudom milyen bevonata van egyébként egészen pontosan így kívülről. Ha így mond valamit, akkor narancssárga színű kajak, és én azt nagyon szerettem, az rengeteg helyre elvitt minket, 2 óriási problémája volt ez a gyöngyvászon, mert ami az előny, az volt a hátránya, hogy ez egy ilyen erősítés rajta még, hogy ne vágja szét az ár, a kavics ne karcolja szét, viszont emiatt sosem lehet rendesen kiszállítani, úgyhogy nekem nem egyszer poshat be az a kajak sajnos, miután ugye elraktuk, mert egyszerűen nem tudod szárazra kitörölni, és az összes ilyen felfújható kajaknak ez a banán alakja van, a közepe ugye kiszélesedik, és úgy rettenetesen nehéz elezni, mert ugye én vagyok hátul, és ahogy evezem, mindig belakad az evező, ez amit most sikerült beszerezni, ennek pedig szinte egy teljesen egyenes az oldala, 4 méter hosszú, 1 méter széles, szóval 4 négyzetméter életér, nem sok, az biztos, de arra pont elég, amire kell. Én meg jövök a táskámmal, ha valakit érdekel, itt van az a piros táska, elég megharcolt, leharcolt, de én azzal a világot körbejártam, meg a kaminómat is megcsináltam. Nagyon fontos a táska, tehát én Budapesten elindultam egy rossz táskával, nem próbáltam ki, ó, biztos jó lesz, nem lett jó, és ezt Bécsben vettem meg, és azóta ajánlották a Tatankát, nem kapok semmi támogatást tőle, úgy mint Marci a Decathlon-tól. Több táskám volt, ez a táska, ez szuper, de van az Osprey, az árkategóriával azért, abban is olyan technológiák vannak, ki van találva, látszik a zseb, az ergonómia, minden úgy van megcsinálva. Lehet azt is ki lehet fogni régebbi modellt, azt mondom, ez a Tatonka, meg az Osprey azok egy nagyon jó táskákat csinálnak, de nem muszáj a legújabb modellt megvenni, akár lehet használtan is. Például az El Camino csoportban is vannak többen, akik például Osprey táskát eladnak, mert nem jött be, túl nagy, ez az a masszat. Lehet jó táskákat venni, de nem a legújabb modellt kell, meg a legújabbat, vagy amit mondjuk mások ajánlnak, ami érdemes utána járni, kipróbálni, bemenni szaküzletekbe, akciót kifogni, utolsó modellt, tehát ez online rendelés és ugye utolsó darabos modelleknek ezért ki lehet fogni. Én ezt a táskát, vagy ezt a márkát jó szívvel ajánlom, de tényleg ki kell próbálni, meg kell fogosni, kell utána olvasni. Annyit tennék én is hozzá, amit Attila itt mondott, hogy meg kell fogosni, ki kell próbálni, gyerekek, mindent. Tehát anélkül tilos elindulni, hogy megvettem valamit, mert azt mondták, hogy jó, meg elolvastam a tesztjét, és soha nem vetted fel a hátadra, vagy nem próbáltad ki élesben, úgy egyszerűen tilos elindulni, mert abból óriási szívások szoktak lenni. Tényleg meg kell taperolni, ki kell próbálni életszerű helyzetbe, tehát most ha veszel egy hátizsákot mondjuk egy nagy utazáshoz, akkor az nem kipróbálás, hogy felvetted a boltba, beletettél esetleg néhány cuccot, hogy súlya legyen meg, hogy valami kitöltse, és akkor mentél benne 50 métert, tehát az nem kipróbálás. Hanem rendesen, igen, azt ki kell vinni terepre, és úgy, mintha majd rendesen ott használnád, ahova azzal mész, mert igen, minket is értek, vagy hát engem is ért már ezzel elég kellemetlen meglepetés, hogy valamire azt mondták, ó, ez nagyon király, hát neked lehet, de nekem nem volt az, tehát mindenkinek megvan a saját egyéni igénye, fontos a kipróbálás. Bocsánat, mitől jobb ez a, vagy jó ez a Tatonka, én nem értek a hátizsákokhoz, de csak így, de hogy mi az, ami jó, nagyon jó bennem. Illetve ez melyik típus pontosan? Ezt a márkát nekem már többször ajánlott egy olyan ismerősöm, aki túrázik. Én úgy gondolom, hogy át, meg izé, meg drága. Ez amúgy nagyon olcsón vettem meg egy outlet bolt volt, ahol lényegesen olcsóban tudtam megvásárolni, meg lehet utolsó modell is volt. Nem azt mondom, hogy mindenkinek ez a táska, tehát nekem ez jött be, utána kipróbálhatod, megnézheted. Úgy tudtam magamra állítani, de kicsit így az Osprey-t azt mondanám, az még jobb táskában, de az már tényleg zsebbenyúlósabb, de ki lehet fogni tényleg jó fogáson, Magyarországon az van. Én Ausztriában élek, Ausztriában én a Vilhában, és tök jó cuccokat lehet, és jó kicsit le van strapálva, nem olyan szép már, de attól függően még lehet használni, csak valakinek már nem jó, vagy kinőtte, vagy tudja a feletet. Ha low budget túrákról beszélünk, nagyon-nagyon nagy pénzeket meg lehet ezen fogni. Akár mondjuk a technikában is, tehát például GoPro-kat keresek most, és egy GoPro-nak az ára, azért igen, még most is tök jó áron vannak, tartozára, de még egy korábbi, és például az utazások egy ilyen extrém túrákra, azért például egy GoPro azért nem egy rossz dolog, hogyha az embernél van. Nekem is volt, hogy a telefonom megdöngött, de attól függetlenül a GoPro-mal még tudtam. Inkább action kell meg, mert nem kapok a GoPro-tól semmi támogatást még, de utána járhat az információt, mondjuk egy ilyen helyen, mint a Járatlan utakon fesztiválon, és nagyon sok hasznos, tisztelt tanácsot tudtak megszerezni, és akkor válaszolva a kérdés a Tatonkára, alapjáraton tök jól tudtam állítani, magamra tudtam úgy húzni, de ettől is vannak azért még jobb merevítések, jobban szellőzik a háta, de ebbe se igazán szellőzött úgy a hátam, de az előző táskában még rosszabb volt, tehát ez nagyon rám tapadt, én izzadékony vagyok, és azért jó, hogyha nyáron több réteg maga van rajtad, azért eláll valamennyire a táska a hátattól, meg úgy magamra tudtam húzni, úgy magamra tudtam állítani, hogy sokkal kényelmesebb volt. Jól nagyon jól meg tudtam pakolni, tehát én erre a táskára, ez a kidobós, D betűvel kezdve, mondom dekatlanos sátor, nem dekatlanos, hanem kidobós sátrat rá tudtam rakni hevederrel. Tehát a több ismerős milyen pici sátrat visz magával, minél kisebb, annál zsebre nyúlósabb, tehát meg minél nehezebb. Tehát ez a táskán kívül volt a izomatta. De derékkal és derékkal között is van különbség. Egyéb az egy ilyen másfél kilós volt, sokkal olcsóbb volt, mint mondjuk egy fél kilós. Tehát például a Caminón is, vagy egy hosszú távú egy túrára mentek, azért minden gram valamilyen szinten számít. És ha olyan a büdzséd, akkor meg tudod venni az olcsóbbat, akkor kevesebb terhet kell cipelni. De például nálam a 7 hónap alatt, hát így megedződtem, tehát 20 kilót kellett cipelni, hát az első 1-2 hétben azért szitkozottam, de utána már jó, vihettem magammal, de például az El Caminón is mondom többeknek, hogy 5-6 kiló bőven elég, és ez nem kell hozzáterelve cuccokat megvenni, hanem nem kell sok cuccot vinni magaddal. Tehát mondjuk egy hosszú úton is, például majd Marci is tud beszélni, szerintem, hogy eleinte az ember vitt magával egy csomó mindent, de utána rájött, hogy erre sincs szükség, meg arra sincs, meg tudok-e nélkül élni. Tehát ez nekem is például úgy viszek egy csomó pólót, utána megtérem 2-3 póló, mostam a pólókat, egy száradt táskán, egy volt váltásban, egy rajtam volt. És tényleg sok póló, sok ez, sok az, sok amazból összeadódik egy 10-15-20 kilós cucc, mert például nálam mik voltak azok, amiket tök fölöslegesen vittél, megvettel és utána alig használtad. Na gyere, hajjászunk! Akkor vallok szintén is. Akkor mondjuk kezdjük az első bicikli túrámmal. Ez a Horvátországot, amikor végigtekertem a partot. Én is úgy voltam vele, hogy kell a póló, kell a nadrág, minél több, meg majd úristen, majd ez koszos lesz, mert akkor ezt le kell cserélni, meg legyen olyan cucc, amiben mégis meg lehet jelenni. Miért? Igen. Igen, meg esőcucc legyen, meg meleg cucc legyen, meg hideg cucc legyen, meg ezt a pólót, ezt szeretem, ezt elviszem. Na most, hát ez felejtsétek el, én az első bicikli mögé, vagy az első bicikli túrán még a bicikli mögé felakasztottam egy utánfutót is, de minek? Valami egészen elképesztő mennyiségű cuccot lehet magunkkal vinni, de teljesen feleslegesen, soha fel nem fogod venni, nem kell. Én eleve nem vagyok híve ezeknek ez a kabala, meg ezt szeretem, meg nem tudom, tehát mondjuk én nem vagyok egy ilyen spirituális ember, ez biztos, de ilyen lomokat teljesen felesleges magaddal vinni, mert tényleg csak súly, és minden gramját megérzed. Mire összeállt a bicikli, maga a bicikli, az utánfutó, meg a felszerelés rajta volt 95 kiló, na most ezt így el lehet képzelni. Mert akkor a sátor, meg ez a derékkaj, meg a... Ezért vagyunk itt, hogy ilyen tapasztalatot átadjuk, hogy ti ne essetek ebbe. Nem szabad ebbe a hibába beleesni, mert egyszerűen borzasztó, meg hogy a melegebbik derékkaj, meg a vékonyabbik, meg majd a függőág, mert ha ugyanaz, hát ezt így nem lehet csinálni, tehát tényleg azért kell hozzá. De egyébként ez szerintem vele jár, ezek a tapasztalatok kellnek hozzá, el kell indulni nagyon sok lommal, és akkor mindenki le tudja magának szelektálni, hogy mi az, amire valóban szüksége van, mert egyébként higgyétek el, amire valóban szükség van, az elfér egy hátizsákban, kész, tényleg 20 passz, ezzel van ennyi. Ami a legfontosabb, az tulajdonképpen a bankkártyád, az meg még a zsebedben is elfér, és igazából ennyi, de tényleg ezt egyébként szerintem mindenkinek át kell élnie, ez mindenkinek át kell esni a tűzkerességen, egészen hivatalosan fogalmazva, és aztán mindenki le tudja magának tisztázni, hogy akkor erre most valóban szüksége van-e, vagy nem. Bocsánat, kérdés, mekkora az ők alkalmának a táskának, tehát hogy... Végtelen, tehát ezt annyira meg lehet pakolni, tehát hatalmassal fel lehet pakolni, meg én kívülre a körsátot is felraktam, alulra a derékaljat. Hát 24 kiló volt a legtöbb, amit ebbe bele tudtam pakolni. Szerintem erre rá van én most értem, nem tudom, 45. Nettó 45 liter, ez bruttó lehet akár szerintem 90 is. Igen, meg lehet nagyítani, hát úgy van megcsinálva, hogy úgy van kitalálva, hogy lehessen bővíteni. Igen, köszi. Én a kajákhoz az nem kicsit specifikus kérdés, hogy kb. Mennyi időre lenne ugyanúgy belepakolni, mint két fővel mentetek ide, hogy két fővel. A kajakban mennyi cuccot, mennyi időre elég? Mi 2 hétre mentünk, és a felszerelés, amit vittünk magunkkal, az minimál. Tényleg egy váltás póló, egy sátor, az ahhoz való sallangok, nyilván egészen elképesztő mennyiségű konzerves kaja, arra szükség volt, mert nem tudtuk, hogy hol fogunk tudni megállni, melyik szigeten, és ott lesz-e volt, ha igen, ott mit lehet venni. Illetve a másik dolog, ami nem spóroltunk, az pedig a víz, mert most jópofa dolog, hogy kint vagyunk a tengeren és kajakozunk, de Isten hozott a világ legnagyobb sivatagába, tehát csak víz vesz körül, de egy cseppje nem iható, árnyék nincs, úgyhogy nem annyira mesemesés az egyébként, vagy nem annyira könnyű. 30 liter vizet vittünk egyébként magunkkal, ez így soknak hangzik, de két embernek hidd el, hogy nem ad ki kerek 2 napot. Tehát ebből kell megoldani az ivást, a fürdést, hogyha valamit ki kell mosni, egy kis kézmosást, kis fogmosást is, ez az, nagyon hamar elmegy. Én amúgy is sokat iszom, körülbelül 4-5 liter nekem így simán elmegy egy nap is, tehát hogyha még kint vagy a vizen a lelekben, akkor meg 6-7. Ebből vittünk sokat, maradjunk ennyiben. Az igazi felszerelés az nem nagyon volt nálam. Nekem a hátizsákkal kapcsolatban, hogy ezt különbodjál szinten maradni? De tudom, hogy eltél a... Jó a kérdés, tehát picire össze tudom rakni, tehát volt, hogy ezt fölvittem magammal a repülőre. Tehát magamra raktam cuccokat, felvettem minden kabátot, táskát, pólót, és akkor picire össze tudtam rakni, és akkor bele tudtam gyömöszölni abban a négyzetben. Amikor az El Caminót megcsináltam, vagy El Caminót, akkor a körsátrat odaadtam egy hajléktalannak. Tehát sok jó volt az a sátor, még lehetett használni, de nem tudtam magammal hozni, nem akartam feladni, nem olyan horribilis összegek ezek, de valamit nem hoztam magammal, hogy tényleg minél minimálisabb csomaggal jöjjek vissza, és ne kelljen pluszköltséget fizetnem. Ezt tök jó, hogy említettem a francia függőágyat, nekem nem jön a függőágy. Franciaországban találkoztam cserkészekkel, kipróbáltam ott, nem volt kényelmes. Később még adtam neki egy esélyt egy albergében, az a zarándokoknak a szállása, ott is volt lehetőség kipróbálni a függőágyat, utána meg körülbelül mennyire tudod összecsomagolni a függőágyat. Tök jó, nagyon praktikus, ha valakinek beválik, meg tud benne aludni, meg arra is, mint egy sátrat lehet csinálni, vannak ponyvák, vannak ilyen szúnyoghálók, tehát amik nagyon praktikusak. Nekem például nem jött be, de ha valakinek például bejön, akkor nem kell derékajat magával cipelnie, és nem sok helyet cipel, nem sok helyet foglal ezt, tehát ez egy tök praktikus, nekem például nem jött be a függőágy, de próbálkozni kell, ki kell próbálni, és ezzel is azért űrtartalmat lehet csökkenteni, súlyt lehet csökkenteni, de ez egyes függő. A stoppolásról hosszabban, tényleg elejétől a végéig, a eddigi stoppos karrierről fogok majd ma beszélni. Nem való mindenkinek, de tényleg kicsiben, ha csak úgy a fán kedvéért valaki ki akarja próbálni, ott van Kapolcs, tök jól lehet stoppolni, az Ördögkatlan Fesztivál, ott ennek van kultúrája, csak úgy, na, hogy is működik ez, miért is jó ez, hogy lehet ismerkedni vele. Ezek a lehetőségek, ezek a helyszínek tök alkalmasak erre, vagy van egy ilyen verseny, amiről lehet, hogy most lehet, hogy nem lesz előadás, a Hungaro Hitch, az például idén szeptemberben volt, az meg egy stoppos verseny. Olyan, mint a teljesítménytúra, hogy elindulsz A-ból, eljutsz B-be, csak itt vannak feladatok, valahol pecsétet, valahol fotót kell csinálni, és a végén van egy pontverseny, de az is inkább buliról szól, nem arról szól, hogy mondjuk el akarsz jutni Budapestről Berlinbe. Mert nekem ez volt mondjuk az egyik ilyen hosszabb utam, menet közben meglátogattam ismerősöket, tehát nem egy nap alatt tettem meg, volt idő. És az idő az nagyon fontos tényező a stoppolásnál, meg az ilyen hosszabb túráknál is, és erre is majd rátérhetünk. Nem kell stresszelni, ha mondjuk 2 munka között vagy felmondasz, van 1-2 hónapod, akkor ideális így elindulni, hogy mondjuk nincs is meg a repényed, elindulsz egy hosszabb útra, és akkor lesz, ami lesz, majd amikor vissza akarok jönni, visszajövök. És akkor sokkal kényelmesebben tudsz tervezni, hogy hova mész, mennyi cuccal mész, mit kell magaddal, mindent, magadnak akár előre küldesz valamit. Ezt például Amerikában szokták csinálni az Appalachian Trailen, hogy maguknak előre küldenek cuccokat, mert tudják, hogy hova fognak menni, hogy azt a cuccot fölöslegesen nem kell magukkal cipelni, nem tudják, hogy úgyis oda be fognak érkezni, csak ott várja őket cucc. Tehát ez amúgy más ilyen low budget túráknál is meg lehet csinálni, hogy nem kell magaddal cipelni, hanem mondjuk valahol majd azt fel fogod menni. Mondjuk Európán belüli stoppos utat megcsináltam, volt időm, volt energiám, volt elég információm, tudtam, hogy hol várnak, hova kell eljutni, tehát ilyen kis etapokban csináltam meg, és nem volt nagy dolog, hogy Budapestről Bécsbe eljutni, Bécsből Salzburgba, Salzburgból Münchenbe, és Münchenből Berlinbe, de ez tényleg tökre volt időm, vagy ha menet közben ez a stoppolásnak egyik velejárója, hogy van újra tervezés. Tehát amikor mondjuk mentem Erdélybe egy esküvőre, én körülbelül olyan Budapest, Debrecen, Nagyvárad, Székelyudvarhelyi útvonal akartam menni, de végül Budapest-Szeged útvonal lett belőle, mert arra ment a sofőr, tök sokáig el tudott vinni, hát úgyse voltam még Szegeden, akkor elmegyek Szegedre, és menet közben írtam Couchsurf posztoknak, hogy hello, megyek Szegedre, és 3-ból 2 válaszolt az alatt az út alatt, ami Budapestről elmentem Szegedre. Tehát egy újratervezés egy ilyen hosszabb úton simán benne van, de ehhez kell idő, kell rugalmasság, kell az, hogy jó lesz, ami lesz alapon. Nekem ezek tökre beváltak és nagyon nagy élmények voltak, hogy volt menet közben újratervezés. Nem tudom, neked így menet közben ilyen hosszabb úton volt, hogy újra kellett tervezni valamit? Nekem nem nagyon voltak ilyen jellegű dolgaim. Én oszkároztam egy darabig, de mondjuk ott én voltam a sofőr, és mondjuk egyébként jó pofa volt, tényleg lehetett ismerkedni. Én vettem fel, talán Szlovéniából jöttek Magyarországra, Budapestre egy fiatal pároska, azt hiszem talán Koszovó volt tényleg, mert beszélgettem velük, ugye kicsit érzékenyen érintette őket a téma, de teljesen rendben voltak. Én nem szeretek változtatni a terven, ha nem muszáj. Én nem volt, hogy muszáj volt a terven változtatni? Nem. Ő egy szerencsés ember. És tényleg nem. Nagyon szeretem úgy végigvinni. Maximum az időpont változik, mert nem az a kérdés, hogy megérkezek-e valahova, csak az, hogy mikor, tehát ennyi. Ha valamit kitaláltam, akkor azt nagyon szeretem úgy csinálni, hogy ez új is legyen. De mondom, én nem nagyon, én ezt a stoppolás részét nem igazán csináltam a dolgoknak. Tehát ez... Hát gyámodok az utazás, tehát maradjunk itt utazás, megtervezés, majd erre is akarok. Az utazás, megtervezés, hát bárhova is megyek, az biztos, hogy van egy lista összeírva, hogy én ott mit szeretnék csinálni, hogy szeretnék csinálni. Na ez mondjuk azért szokott változni, de azért nagyjából az össze szokott jönni, amit első körül kitalál az ember. Ha mondtad ezt a kanapé szörföt, ez egyébként egy nagyon jó dolog. Én is sokszor próbáltam már, mondjuk egy párszor aláfutottam vele, de hát ez sajnos benne van a pakliban. Nem volt az emberrel baj, mert nagyon kedves volt meg minden, csak Attila, te még olyan embert nem láttál, aki fossa a szót, érted? Tehát, hogy hát itt vagyunk. Én meg itt vagyunk mi is, de borzasztó, tudod, hogy csinálsz valamit, és ugye én elhiszem, hogy kedves, meg mondani akarja, meg igen, ez van, meg az van, csak egy idő után azért rohadt fárasztó, amikor csak mondja, és teljesen irreleváns, kérdezel valamit, de azzal se kapcsolatban mond el semmit, csak mondja, és ez van, meg az van. Mondom, én szeretem az embert, most volt nálam egyébként, visszaváltam augusztusban, mert én nála voltam ott azon a Karib-szigeten, és ő jött most vissza hozzám augusztusban. Azért kell ehhez némi türelem, kell, hogy legyen ez, ahogy itt bemegy, itt meg kijön, mert ahogy sokszor azért ebben tényleg meg lehet zavarodni. Kifejezetten rossz élményem nem volt ilyen kanapé szörfözésben, maximum az ilyen hostelekbe, amikor ugye, mert az még olcsóbb tud lenni, mint egy hotel. Hát ott voltak azért ilyenek, hogy írták, hogy most oké, hogy 7 ágy van egy szobában, meg stb. Csak hát az úgy, hogy közvetlen egymás mellett, hogy tényleg egy egészségeset fingalni nem lehetett, hogy most szabad ilyet mondani. Szóval vannak olyan dolgok, ami oké, hogy olcsó, csak már sajnos szinte abba a részbe hajlik át, hogy nem biztos, hogy azért, mert olcsó, ettől neked valóban jobb is lesz. A pénztárcának igen, de neked nem biztos, tehát nem tudom, te jártál már esetleg így, hogy kinéztél valamit, valami szállás, képek alapján még azt mondod, hogy jó, és most tekintsünk el ettől, hogy bogában meg volt egy kis kosz, mert ilyenek, mert az ezzel jár, de úgy, amikor közelem volt annak, amit lefoglaltál, és amit gondoltad, hogy lefoglalsz, és jaj, de jó, mert olcsó, csak aztán rá kellett tenni, igen, hogy ez több, mint olcsó. Természetesen volt, Grúziában, Tesszalonikiben volt, hogy én couchsurfot nagyon szeretem, a feleségem, ő inkább bookingon keresünk valami olcsót, pont amit mondjuk Marci mondta, hogy ha már valakinél vendég vagy, akkor közös élmény, beszélgetés, mondjuk ha fáradt vagy, nem feltétlenül arra vágysz, mert mondjuk lezuhanyolsz, lefeküdt, tervezd a holnapi napot, tehát ez mondjuk a stoppolásnak, meg a couchsurfing velejárója, az egy közösségi élmény, ha már beszállsz valahova, valakinél vendégeskedsz, akkor nekem mondjuk ilyesmi élményem nem volt, tehát hogy Amerikában is társasoztunk, közös túráztunk, Marci kifogta. Nem az, hogy kifogtam, hanem ugye, amit te is mondasz, hogy igen, hogy megérkezel valahova, és nem biztos, hogy arra vágysz, hogy jaj, és milyen volt az utat, és hogy jöttél idáig, és mi van nála, hanem nem csak, hogy ha menjek be a fürdőszobába, tusolják le, és feküdjek le arra a kanapéra. És igen, ilyenkor szokott előfordulni, jó, ezt meg kell tudni tanulni, kezelni, meg minden, csak nem azt mondtam, hogy ez rossz, csak legfeljebb kellemetlen. Na, maradjuk annyi, a velejárója, de ezt meg kell tudni tanulni, kezelni egyébként. Ezzel nincsen semmi baj, tehát kinek, még közületek, volt kérdés. Itt a couchsurfingben én nem beszél, és akkor költségek jelen, hogy ez úgy jövő, hogy ha úgy valamész, akkor egyének így meg van beszélve, hogy akkor most ő fizeti azt, hogy te ott a száll, vagy te is valahogy. Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát a couchsurfingben, akiknél eddig voltam, az elmúlt egy évben sajnos már korábban is volt fizetős része a couchsurfingnek, tehát amikor én mondjuk a világkörüli utavonalat jobban használtam, akkor úgy volt, hogy naponta 10 hossznak tudtál írni ingyen. Hogyha befizeted az egyszerű összeget, aztán 25 dollárból, akkor utána meg végtelen hossznak tudtál élni. Ez azért praktikus, hogy te írsz 10 hossznak, de abból 10-ből lehet, hogy 9 nincs a városban, mindenféle válaszolnak a kérdésre. Tehát ezért fizetni kellett, hogy bár unlimited, bármennyit tudjál írni, és ez tök hasznos volt, mert lehet, hogy pont a 11. hosszpont az ópont ráérek, most nincsen vendégem, gyere várjál szívesen. És válaszolom a kérdésre, de ezek ingyenes, tehát minden free. Izraelben voltunk olyan Couchsurf hoston, ami végül egy hostel volt, tehát a hostel reklámozta magát Couchsurfen, de így is az volt a legolcsóbb lehetőség Betlehenbe. De ott mondjuk fizetnünk kellett, de megbeszéltük, hogy bocsi, igen srácok, egy tök minimális pénz, most én magasan öltem, emeletes ágyak vannak, de Couchsurfen hirdettem, mert így volt a legjobb, meg a legokosabb hirdettem, de tök jó áron volt, de amúgy a Couchsurf az minden free. Persze viszel magaddal, veszel egy üveg bort, valamit közösen eltöltötök, meghívod egy vacsorára, tehát ezek olyan úgy, mint a barátodat, hogy mennél meglátogatni, ez itt benne egy kedves gesztus, hogy valamivel kedveskedsz, meghívod egy vacsorára, rendeltek egy pizzát, te állod, hogy köszi haver, ezzel megpróbálom meghálni, hogy viszel egy kis gesztusnak, tudom, valaki piros paprikát szokott vinni. Én főztem. Legtöbbször, amikor úgy volt, akkor vettem pár dolgot, vagy már krumplit és paprikás krumplit főztem neki, és akkor hello, ez egy tipikus Hungarian dish. Én hát low budgetről beszélünk, tehát nem álltam neki egy marha pörköltnek, de például én ezzel próbáltam kedveskedni, vagy volt nálam a Exploding Kitten nagyon személytelen társasjáték, kártyajáték, hogy akkor nagy gyere, ismered ezt a játékot, és akkor azzal játszottam, hogy ilyen közösségi élmény, valami, meg meséltem persze Magyarországról, vagy kérdezett, vagy ő is mesélt. Tehát ilyen szóval nekem szuper élmények volnak. Az utóbbi időben nem használtam a Couchsurfet, és talán változott meg valami fizetős módszer van. Régebben nekem nagyon jó élmények voltak, meg lehet, hogy próbálják kimenteni ilyen Facebook csoportokba így, hogy ne kelljen fizetősbe átmenni. Hogy érdemes kipróbálni, nagyon jó fun, nagyon jó élmények vannak vele. Ha Couchsurfen még rá fogok térni, tervezés. Nem gondoljátok, nem tudom melyikőtök szokott egy nagyobb túrát csinálni, nekem például a világkörüli út alatt ilyen napi 1 óra volt legalább ilyen irodai munka, én úgy hívtam, hogy megtervezni, vagy újra tervezni, Couchsurf hosttal egyeztetni, megnézni, hogy hova érdemes repjegyet megvenni, mert nem volt együtt fel a világkörüli út alatt végig meg a repjegyek, mert volt, hogy újra terveztem, mert ott voltam Amerikában, és átugrottam Kanadába, mert kiderül, hogy ismerősöm ott önkénteskedik. Akkor menet közben nézni a repjegyeket, tehát a tervezés az előtte is, meg az ilyen hosszabb úton menet közben is, én azt mondom, egy kemény munka, tehát hogy valamikor újra kell tervezni, meg kell venni, le kell mondani, ez egy fontos tényező a tervezés, és rugalmasnak lenni, mert valamikor újra kell tervezni. Nekem is volt például gondom határon, vízummal, változott menet közben a vízumszabály, ez egy nagyon kellemetlen helyzet volt, amikor Izrael meg Jordánián mentünk, és akkor például nem lehetett a jordán-izraeli határon vízumot venni, tehát nem engedtek át Jordániába, pedig már le volt foglalva, meg volt beszélve egy csomó minden, és akkor egy újra kellett tervezni ezt a 12 napos utat, hogy nem 6 nap Jordániában és 6 nap Izraelben, végig Izraelben voltunk. Szuper volt, csak menet közben a Couchsurfnek, hogy hello, korábban jövünk, meg akkor valahol foglalni, meg akkor azt, hogy el kell tengetni. Azóta jutottam Jordániába, és amúgy szuper Jordánia, de menet közben előfordul, hogy újra tervezni kell, ami szöszmetölés, wifi-t kell keresni, én ezt tudom megnézni, hogy tök jó, tőlük se kapunk pénzt, de azért nekem például többször segített, hogy ott volt wifi, és akkor tudtam a Couchsurf hosttal egyeztetni, tudtam repjegyet venni, mert menet közben ezzel foglalkozni kell. Nem tudom, neked milyen élmények voltak itt maga a túra, hosszabb túrájának a megtervezése, vagy az újratervezéssel közepette? Az újratervezés, mondtam neked, én nem nagyon szeretek semmit újratervezni, próbálom úgy csinálni, hogy az úgy legyen, ahogy kitaláltam. Viszont egyébként ez nagyon jól mondtad ezt a tippet, a McDonald's az gyakorlatilag bárhol ingyen wifi, illetve van még egy pár ilyen hely, nem tudom, az összes ilyen gyorskajánlának szerintem egyébként van wifi-je, nagyon jó dolog. Egyébként még visszatérve ott, ugye neked volt a kanapészörfös kérdésed, hogy az a baj a kanapészörfel szerintem most már, eddig nem volt vele ilyen, hogy egy az, hogy fizetősnek, a másik pedig az, hogy rettenetesen felhígult. Nagyon sok olyan ember van, aki azt hiszi, hogyha te vagy a vendéglátó és megy hozzád, hogy ez olyan ingyen hotel, ahol neki minden jár. Ezzel én is beföröttem, nekem pont az első vendégem volt az, aki Németországból volt egy biciklis fazon, ment volna azt hiszem talán lefele délre Olaszországba, Bariba, és mi Attilával mind a ketten Ausztriában lakunk, tehát én ott láttam vendégül, és borzasztó volt, hogy megérkezett, és én adjak már neki egy törölközőt, én adjak már neki enni, mert ő éhes, én adjak már neki ezt, neki elszakadt a pólója, adjak neki pólót, adjak neki ezt meg azt. Tehát ki lehet sajnos fogni az ilyeneket. Maradjunk annyiban, hogy nem sokáig volt a vendégem, mert ezt nagyon hamar meg lehet unni, és igen, hát most meg lehet ezt mondani kerekperec, én kitettem az embert, mert megmondtam neki, hogy ez nem ilyen hotel, és ugye ez a jó mondjuk a kanapészörfre, hogy lehet értékelést írni a másikról, tehát te írhatsz a vendégedről, illetve ő is írhat rólad, és ami a legjobb, hogyha negatívot adtok egymásnak, akkor azt te meg tudod magyarázni, hogy miért. Tehát most nincs ez a köpködés, hogy te eljöttél hozzám, és én azt mondom, hogy hát ez borzasztó volt, én ezt az embert soha nem látnám többet vendégül, akkor te oda tudod írni, hogy mondjuk ez nem igaz, mert hogy te voltál az, aki problémáskodtál, stb. Ez azért jó, mert így azért nem feltétlenül, ha kapsz negatív értékelést, nyugodt legyél, fogsz kapni, akkor nem az lesz, hogyha valaki máshoz megpróbálsz bejelentkezni, hogy na én ezt az embert, ez biztos, hogy az életben nem látom vendégül, mert hogy ennek már van 3 negatívja, csak most mondtam valamit. Jó dolog ez a kanapészörf, csak sokan már túlzásban lesznek ezzel az egészen, és mondom, azt hiszik, hogy itt ez tényleg egy ilyen szolgáltatás, amit te adsz, végül is az, csak nem úgy, ahogy ők gondolják, tehát azért ezzel érdemes tisztában lenni, hogy te mint vendég mész oda, és nem úgy, mint egy hotel vendég, hanem úgy vendég, hogy téged valaki befogad, és azért ezt illik észben tartani. Én csak azt lehet hozzátenni, hogy én ezt használom sokszor, és nekem nem az eredeti tapasztalatom, viszont az, hogy fizetősítem, az tök jó, mert nem annyira drága, és igazából nagyon sokan ezt ilyen randivaknak használták. Sajnos minden oldalnak megvan az a rétege, ami arra használja, amire amúgy az pont nem való, vagy pont nem úgy. Ilyenben én nem futottam bele, sőt, de igazából nem is nagyon hallottam, nem tudom, te neked van-e ilyened? Reagálva a kérdésre meg Marcra, és nekem például, amikor akkori párommal, mostani feleségemmel így összeköltöztünk, akkor nekem volt egy üres lakásom, én úgy adtam oda több utazónak, hogy nem is találkoztunk, mondom, ott a kulcs a lábtörlő alatt. Már nincs meg ez a kis lakásom, de itt annyit kell tudni, hogy nagyon alaposan megnéztem a profilját, tehát olyan embert nem engedtem úgy a lakásba, akik nem volt normálisan kitöltve a profilja, nem volt normális kép, referenciák, hasonlóképpen mondjuk, ha vannak olyan Marcitól kapott negatív referenciák, akkor nem feltétlenül adom oda a kis lakásomat, de nekem egy negatív élményem sem volt, így vendégek, és többen volt, hogy nem tudtunk találkozni, én úgy dolgoztam, egy napra jött, tök kedves volt, hogy ott egy csokit, rendet, tisztaság volt, tehát tényleg mindenféle fajta ember előfordul, és valaki mondjuk randiaknak használja. Sok mindenre lehet használni, nekem hát azért negatív élményem voltak. Én is mindig, amikor mentem, hogy valakitől kellett segítség, tessék nyugodtan. Nekem talán én negatívban így hozzákapcsolom, hogy így a fizetős, és a nagyon sok légisztókért, akik nem fizetnek érte, nem törli le az applikáció, és nem lehet tenni, hogy ki elérhető, ki nem, és ez nem a kérdés. Hogy tudod elnézni, hogy fél évben őben jelentkezik, és jelentett ügyelt felkeresni, mikor nem tudod folyamni. De van azoknak, akiknek kérjük, hogy egy éve volt létező, 7 éve volt elérhető, nem tudom, és hogy igen. Hogy ott van, hogy már elérhető volt, igen, másképp nem lehet. Tehát nincs lehetőleg arra, hogy így nem fizetnek, és nem tudom, nekem nehézséget okozott, most is területén utat, Magyarországban, és tudom, van egy embert írtam, minden választva, de... Csak ugye ez az, amit egyszerűen nem tudsz kivédeni, és ezért van az ugye, hogy azért jó előfizetni rá, hogy végtelen mennyiségű üzenetet tudjál írni, pontosan ezért, amit mondod, mert rájössz Gézára, biztosan fog írni. Rájössz a másikra, talán visszaírni, csak ezt a standard izét egy kattintással, hogy nem out of town, és ezzel el van intézve, meg társai, igen, ez sajnos, ezt végig kell zongorázni, de ezzel egyszerűen nem tudsz menekülni. Így a Couchsurfnél maradva szuper a dolog szerintem, és nagyon jól meg lehet ismerni a helyeket, közösen fűztök, elmond tippeket, tehát a tippekre akarnám most ezt kihegyezni, hogy nagyon jó tippeket és tanácsokat kaptam a helyiek, meg én is, amikor Bécsbe jött valaki, hogy ezt nézd meg, így elmegy, ezen a vasárnapon ingyenes ez a múzeum, tehát én nagyon sok tanácsot, nagyon sok tippet is tudsz kapni, és nem feltétlenül, nekem is volt az olyan, hogy valaki nem tud fogadni, de ajánlott valakit, vagy megírt valamit, vagy ez egy olcsó hostel, tehát már maga az, hogy ez egy community, tehát aki úgy használja, normálisan használja, adni és kapni tök jó elven használja, akkor ez egy nagyon hasznos, nagyon sok információt meg lehet kapni. És itt az információ, nekem ez egy ilyen alapgondolat az információ hatalom. Most, hogy itt az internet, 2021 rengeteg blogger, youtuber van, hogyha valahova elutaztok kicsiben nagyba, beírjátok a Google-be, akár angolul, akár magyarul, nagyon sok hasznos információt lehet megtalálni, megkapni, akár egy ilyen fesztiválon is, de menet közben a jövőben. Tehát én is, hogyha elutazok valahova, akkor én is a Google-t és más keresőket, bloggereket, akiket tisztelek, kedvelek, felnézek rá, érdemesek, akkor megnézem, hogy ő mit csinált, mennyi napra ment el, ő hogy tervezte, és társai, tehát az információt az érdemes megszerezni, meg lehet szerezni, és akár egy hosznál, egy couchsurf hosznál, és hogyha oké, ő az egyetlen, aki válaszol, de nem szimpatikus, vagy ez a stoppolásnál is, hogy ott van egy sofőr, de érzem, hogy alkoholos szaga van, akkor nem őszbe, nem muszáj beülni, nem muszáj minden hosszhoz elmenni. Tehát van egy olyan megérzés, hogy hát ide nem kell elmenni, vagy ide ebbe a kocsiba nem kell beülni, ez is egy információ, és ezt is fel kell dolgozni, és akkor érezni kell, hogy nagyon inkább ezt kihagyom, ez a hossz nem szimpatikus. Tehát ő az egyetlen hossz, aki hogy furcsa profilja, de válaszol, attól nem kell hozzá elmenni. A stoppolással kapcsolatban mennyire lehetünk bizalmatlanak az emberek 2021-re? Ahogy látom, hogy a tendencia az, hogy évről évre hát, folyamatosan romlik így a bizalom, hogy a közbizalom az emberekbe vetett így, hogy akkor mégiscsak fel lesz, a normális ember lesz fel. És még mondjuk egy 15-20 évvel ezelőtt könnyű volt itt ebben a térségben, egy Európában, ami most így nehéz. Amit mi erről a véleményed, hogy legalábbis? Nagyon sok minden történt, sofőr oldalról akár a Marci tud hozzászólni, kezdve már csak sofőr oldalról. Tehát ha én meglátok téged, vagy bárkit, és belefér a kocsiba, akkor én mindenkit felveszek. Tehát akár aki itt stoppolni fog, vagy bárki stoppol, tudom én, akkor fölveszem, de ezt persze egyes szem első személyben mondom, hogy én így állok hozzá. Valószínűleg sokan gondolkodnak így akár teremben, vagy Magyarországon, de sokaknak azért jó, nem akarom mondani, de akár a migráns, pedig nekem volt nagy szakállam, tehát igen, simán kinéztem migránsnak, és úgy is felvettek, de az elmúlt régebben. Még 20 éve nem stoppolok, azért annyira öreg még nem vagyok áll az égnek, mondjuk de stoppolok 20 éve. Jó, hát, nehéz csak öreg vagy. Jó, hát akkor tini voltam, de van valószínűleg ebben, de nagyon nem mindegy, hogy stoppolsz, hogy nézel ki. Tehát így fel mondjuk az egy handicap, ha mondjuk nagy szakállal, nagy cuccal, hót izzadtan, akkor valószínűleg redukálódik a száma azoknak, akik fölvesznek. De például Erdélyben, ahol nagy szakállal stoppoltok, meg direkt fölvettek, mert azt hitték, hogy ortodox pap vagyok. És például az atyát fel kell venni, meg el kell vinni, mert ha nem viszem, akkor kapom a... Akkor 10 miatt jártam a pillanatban. Minimum, és akkor többen így csodálkoztak, hogy maga nem beszél románul, meg nem pap, de már elvittek, ha már megengedték, hogy beszéljek, de ott az ilyen előim volt, hogy nagy szakállam volt, és papnak gondoltak. Én másik oldalról, én a sofőr oldalról tudom megközelíteni a dolgot. Nem egyszerű. Úgy, ahogy mondtad, sajnos oda van a bizalom, ugyanis hát ez a világ sajnos már nem olyan, mint ezelőtt volt, hú, ez most legyen nagypapás volt, de sajnos nem. És nekem is volt olyan, hogy azt hiszem, talán Grázba vettem fel az embert, jött volna velem haza Debrecenbe, és megbeszéltük, hogy találkozunk a benzinkúton, és megálltam a kocsival. Most nem akarom egyébként nagyon túlzásban mindenkit, de így nyitottak ki az ajtót. Tudod, és a sör ugye a kezébe, mondta, hogy hát akkor hajts! Ennyi volt a reakció, miután beült, hogy akkor hajts. Tudod, azért ilyenkor most mit mondasz el? Azt, hogy örülök, hogy találkoztunk, aztán viszont látásra, én megyek a dolgomra, te meg azt csinálsz, amit akarsz. Volt nyilván egyébként tök jó, és amit mondtam már az előbb, ezek jól emlékszem, ugye a koszovóiak, a két fiatal páros toppos, teljesen rendben voltak. Annyira csórók voltak, hogy azt nem lehet szavakkal leírni, mert látszott rajtuk, de azt mondja nekem, hogy ő ad nekem cukorkát, meg én nem tudom, csoki volt náluk, meg ilyenek, amit ők vettek az útról, hogy mennyire rendes vagyok, hogy rögtön felvettem őket, meg két perc álltak az útszélén. Nyilván nem fogadod el, vagy hát én legalábbis nem, mert nincsen rá szükségem, meg neki nagyobb szüksége van rá. Két véglet van itt is szerintem, hogy vagy ez, hogy ne, vagy pedig a másik az, hogy felveszed, és akkor az onnantól kezdve szerintem rendben van. De úgy, ahogy te is mondtad, hogy kell egy ilyen hatodik érzéke ez, hogy most én ide beüljek, vagy ne, és mondjuk ez a hatodik érzéke soha látjon se ebben, mert szerintem az első megérzésre ugye mindig mondják, hogy az az igazi, nem kizárt. Lesz majd, amit szerintem holnap, hogy a lányok fognak itt ülni, és te csak a stoppos élményekről fognak mesélni. Remélem nem sok negatív élményük van, de amúgy nekem is volt pasiként negatív élményem Új-Zélandon, ami nekem mondjuk egy Mennyországban, mert nagyon kereskedjem, azért 2 percet álltam kint stoppolni, és ott alapból a maurik, meg a kivik is úgy gondolkoznak, hogy ó, ember, hát itt van valaki, akkor segítsünk neki, mert ott áll az út mellett, akkor biztos segítségre szorul. Ez mentalitásbeli különbség, de például ott igen, szeretik a füvet, és mondjuk egy ilyen befüvezett pár vett föl, és ott úgy voltam vele, hogy a sofőrt sajnálom, hogy tök jól vezetett meg nem volt ez a semmi volt, de a pasia elkezdett agresszív lenni, hogy én elkezdek flörtölni a barátnőjével, meg mit nevetek, meg mit beszélek, és akkor ott úgy voltam vele, hogy hát akkor oké, köszi szép, hogy eddig elhoztatok, esik az eső, de inkább kiszállok, mert én ebbe az irányba akarok menni, tényleg abba, én is abba az irányba akartam menni, de nem éreztem jól abba a szituációban magamat, és akkor tényleg én is azt mondtam, hogy kiszállok, de nekem is volt ilyen élményem, hogy Hát meg a rendőrök megbüntettek itt Magyarországon, de az már más, majd aztán előadásban elmesélem, hogy a portugál rendőrök hogy bántak vele, meg a magyar rendőrök milyenek, de összességben a Covid helyzet meg egymás nem segíti egyértelmű a stoppolást, meg is értem valaki, tegyük fel, most ez a srácnak. Van rajta maszk, nincs maszk. Ez az egész közösségi dolgot nem segíti sajnos most ez a mátha. Hogyha stoppolnod kell, hogyha kanapén szörfözni akarsz, tehát ott, amikor az emberi kapcsolatok eddig normálisak voltak, már most már rám is úgy írkálnak a kanapén szörfösök, hogy ez a hello, és az első mondat, hogy ezzel meg ezzel vagyok beoltva, ekkor meg ekkor kaptam meg. És akkor innen indulunk, tehát sajnos ez sajnos idáig fajult. Vagy hát nem az, hogy fajult, de ezt hozta magával az egész, úgyhogy innentől kezdve ezért nehéz már most közösségi utazás ebből a szempontból azért most már kifejezetten nehéznek. De attól függetlenül lehet próbálkozni. Nem tudom, hogy mondjuk a Hungaro Hitch az hogy sikerült. Itt lesz majd az egyik szervező, lehet mind a kettő szervező, és akkor ő átivoltatok, akkor két mondatban nektek milyen élmény volt most a Hungaro Hitch? Zseniális élmény volt, nagyon hamar felvettek az emberek, és mint a kényszerintságot, ugye mint percet, mint ebben nem váltunk hiszem. Sőt, ahogy hallottunk, egyre kevesebbet igazából. 33 fokon volt. Ha azt nézzük régi időkhöz képest, kevesebb ember áll meg, viszont sokkal többen utaznak és sokkal több az autót kötők. Igazából időben hát még ugyanannyi maradt, annyi, hogy átkezdek. Több stopunk van, és kevesebb utaznak. Bár így is nagyon sokan, tehát akik felvesznek, azok már azért izgalomban vannak. Látják, hogy jó fej vagyok, ki lehet dumálni, nagyon sokan voltak, akik nem tudom, 50 km-re tovább vittek, mint ahova mentek, mert már jó helyek voltunk, meg én eljöttünk el a kocsiba. A jó nyitott gondolkodású emberek most is megvannak, csak a helyzetnek köszönhetően lehet, hogy kevesebb, vagy nehezebb, de amit mondasz, a statisztika több autó van. Tehát... Igazából szerintem nem változott úgy a világ, tehát nem lettek mások az emberek, a különbség az információ áramlásban van, hogy most már több a régi, és ezért félnek az emberek, mert régen is voltak rém esetek, csak nem terjedt annyira a hír, hanem megmaradt egy bizonyos körön belül. Most meg már mindenki tud minden hülyeségről, amikről nem is tudjuk. Így van, meg a fake news is nagyon-nagyon terjedt. Tudom, hogy a stoppolásról is, hogy hát sorozatgyilkosok járnak, meg teljesen, hogy a Couchsurfingben is volt, hogy egy... Ott kiúgyált meg nekünk, ugye nem vagytok gyilkosok, és így nem, hát biztos. Úgy állt meg két nő. Ugye nem vagytok gyilkosok, és közben az anyósősen egy nyúl volt az ölében. Hát mondom, de a nyúltó kurvára félek. Tehát rengeteg ilyen sztori van, de összességben én azt tudom mondani, hogy nagyon sok jó, hogy nyitott ember van, meg segíteni akaró ember van, és azért az ember megtalálja ezeket. Tényleg lehet, hogy várni kell, meg 10-20-30 perc, de ti is, meg én is. Hol van egy kérdés? Meg kettő is van. És statisztikai alapon van, hogy 60% Görögország, Macedónia, Románia távon első stoppos voltak Ukrajnában. Vannak rá, akik erre vannak erre területégi különbözőségek, műveletnek, hasonlóságok Európán, illetve a világon belül, ahol a statisztika azt mutatja, hogy a stopposok inkább felveszik, nem már mondtam, hogy sokkal inkább felveszik a stopposokat, és inkább nem, mert mindenfélét hallom, hogy a Benelux államok például kevésbé, Amerikában például nézett, hogy akkor miért nincsen kocsi, de egyébként meg a Balkánon, meg körül keleten, meg egyébként meg nagyon szélesen, mert ott közösségi közlekedés az a forma. Nem tudom, hogy mik a tapasztalatok így Európa területi, tehát a stopolás területi számára. Amerikában volt, hogy a rendőrautót én is, ha láttam, akkor így letettem a kezem, vagy bármi ilyesmi, tehát nem akartam, hogy belém kössenek, vagy van hasonló dolog, hogy te mit csinálsz, miért csinálod így, ugyanúgy. De Amerikában tök jó élményeim voltak a stoppolással. Még a stoppoláshoz van a pecázás. Tehát a pecázás az, amikor odamész a benzinkúthoz, jól fésülten, illedelmesen megszólítod a sofőrt, például Ausztriában ez tök praktikus, hogy látod, hogy melyik régióból van az autó, tehát a rendszámár. És akkor látod, hogy valaki Grácsból van, akkor oda mész, hogy szia, Kispista vagyok, látom, hogy te Grácsból vagy, én is abban az irányba tartom, esetleg lenne hely, lenne kedved elvinni, nem vagyok sorozatgyilkos, léci. És akkor többször a pecázással jártam sikerrel Új-Zélandon, Amerikában, kamion. Tehát a kamionosoknak nagyon szigorú szabályrendszere van, tehát ki van számítva, hogy mikor kell odaérni, nem később. És ott van egy 10 tonnás kamion, nem tudom hány tonnás egy kamion, tehát még az a kamion mondjuk, a kamionsofőr látja, hogy te ott vagy, felfogni, oké, meg fel akarnám menni Kispistát, akkor az a kamionnal valahol meg kell állnia, az is időigény. Beszállok, hello, elindul, el tud indulni az a kamion, az is pár perc. Ugyanez van, még én kiszállok, és neki például egy ilyen 5 perces megálló-kiálló az nagyon nagy veszteség a pihenő idejéből, vagy mondjuk kiszállítani a cuccot, amit visz, és ezeket nagyon sok kamionos nem engedheti meg magának, meg nagyon sok cég tiltó listán most stoppost fölvegye. De, hogyha odamész, egy benzinkúton, egy kamionsofőr, akkor teljesen más helyzetből indulsz, már van egy kommunikációs csatorna, elkezdett beszélgetni. Nekem például tök jó élményem voltak a kamionosokkal, hogy személyesen mentem oda benzinkúton, és nem megálltak. Meg volt, hogy megálltak, tény és való, de több esélye van, hogy a benzinkúton odamész, és van valami első kontakt, még hogy ott kint állsz. De ott lett volna valaki, elnyújtottak a kezedet. Én csak hozzá akartam érteni, így a csoportversenyek, hogy sok ember mondta, hogy mivel és még az jutott eszembe, hogy így a Európa viszonyban, hogy én Majorkán voltam körbe a szigeten, és ott meg általában én 2-3 percet állapottam, hogy ott nagyon tudnám bizalmasak voltam, de egyébként én húztás. Jó, német tényleg, Új-Zélandon voltam. Többet beszéltem németül, mint magyarul, mert most nem tudom, hogy van, de a magyarok például 1 évre kapnak Work and Holiday vízumot, vagy az első 100 kapott. Lehet, hogy ez nem változott. A Németország meg mindenki megkapja. Tehát nagyon sok némettel találkoztam, és ott is oda mennek Új-Zélandra, vesznek egy autót, ott vannak 2 hónapot, furikáznak és eladják az autót. És akkor sokszor volt hely, miért ne, ismerkedjünk és társadalmi, de nagyon sokszor egyébként németek lettek fel például Új-Zélandon, és tök jó arcok voltak. A tapasztalatnak még nekem az Új-Zélandot mondom, nagyon-nagyon jó élmény volt, például Románia, Erdélyben például ez az integetős verzió van, hogy például telekocsiként funkcionál, be kell szállni a benzinbe, de én stoppoltam, meg body language-el elmondtam a sofőrnek, aki nem tudott se magyarul, se németül, se angolul, csak románul, hello, én simán ezért stoppos vagyok, azért én nem tudok beszállni, akkor pont az az életciklusom volt, hogy 9 hónapig pénz nélkül éltem, és akkor így, jó, már beszálltál, meg jó fej vagy, akkor elvisztek. Vagy volt olyan sofőr, aki felhívta a magyar haverját, hogy hello, itt van valaki hülye, aki mutogat nekem, beszélj már vele, hogy mit akar. Csak elmondta, hogy hello, ez vagyok, hogy Nagyváratra tartok, el tudom, vigyenek már el, és elmondta románul a barátjának, tehát így a Romániában is tök jó élményeim voltak. Talán más jellegű dologkal tudnék hozzászólni, hogy merjetek kérdezni. Én mondjuk szálláskereséssel tudnék valami hasonlót mondani, amikor Horvátországban volt ez az első biciklitúra, ha jól emlékszem, zavarba voltam, és nem zavarba. Jött az este, nem voltam a városban, nem tudtam, hogy hol lesz az este, nem is foglaltam magamnak semmit, és életemben akkor fordult először az, hogy kimentem valami kertes negyedbe, valaki nyílt a ház előtt a füvet, és mondom neki, hogy ez meg ez vagyok, itt van a bicikli, láthatod, és szeretnék megszállni a sátrammal itt a kertedben, hogy lehetséges-e. Én voltam a legjobban meglepődve, mert így ránézett a fasz, azt mondja, hogy persze. És még rendesen hihetetlen volt. Higgyétek el, jók az emberek, meg viszont ahhoz, hogy kialakuljon valami, ahhoz tényleg egyszerűen kérdezni kell. Ilyenből nem megfordult el, és tényleg valami egészen hihetetlen volt, hogy egy vadidegen embertől kérdeztem egy ilyet, és akkor nem az, hogy hát, hogy így meg nem tudom, meg fizessél érte, meg akárhogy, hogy parancsolj ide, te fel, annyi volt az egyetlen, hogy ne húgyozzam össze a bokrot így. És tényleg egyébként hihetetlen. Ha már itt tartunk, mondtad te is, hogy nyelvek, meg stb., hogy higgyétek el, hogy egyetlen egy nyelv nélkül is tökéletesen el lehet boldogulni, vagyis hogy egyetlen nyelvet kell ismerni, amit már te is mondtál, hogy body language. Bármit el tudsz magyarázni, mindent meg lehet oldani, még akkor is, hogyha valaki üzbékül beszélte meg, nem tudom, magyarul, mindent meg lehet oldani ebből a szempontból, és könnyebben megy, sokkal könnyebben megy, mint gondolnátok ez. Az biztos, hogy ha nem is volt meg a közös nyelv, az tudni, hogy valahogy el lehetett mutogatni, meg aktivitizni egyet, és egyszerűen jött minden magától. Ez off-topic nem a stoppoláshoz tartozik. El Camino, zarándok vagyok, nagy táskával, kinyitva egy térkép, szerintem Logroñóba lehettem, és akkor egy öreg nénike megfogja a kezemet és elkezd húzni, hogy oda-oda, abba az irányba kell menni. És mondom, mert mit magyarázni, másik irányba akarok menni, de valószínűleg azt mondod, hogy én zarándokként keresem az albergét, az zarándokszállót, és az a legjobb, oda kell menni, ez már közel van. Tehát én is kell kérdezni sokszor, de jön a segítség, nagyon, amire tényleg a spanyolok is tök kedvesek, meg ott is, hogyha valamit kérdezel, egyből meg látják rajtuk most az zarándok, vagy hova megy, merre megy, eltévedtél, mondjuk a kaminon tök nehéz eltévedni, tehát a vak se tud, szerintem annyi sárbeli jelzés van. De tényleg ez a kérdezés, és merjetek kérdezni, itt vagytok egy utazó fesztivál, akkor valószínűleg elég nyitottak vagytok, nem vagytok félősek. Én is már rendőrtől kérdeztem, a rendőr is kérdezett tőlem sajnos, tehát oda-vissza voltak ilyen kérdezések, de tényleg mondjuk a Wi-Fi-t használhatom-e, ezt a mosdót használhatom-e, tehát sokszor persze lehet fizetni kéne, vagy nem használhatok, de kérdezni mindig érdemes szerintem is. És próbálkozik el, mondjuk oké, hogy valamikor, hogy a stoppolás és valamikor szerencsére, nekem is volt, hogy Izlandon pikpak fölvettek, de valamikor meg Izlandon nagyon vicces az időjárás, nekem 2 percenként más időjárást tud lenni, amikor meg egy fél órát azért kint kellett lenni, ami mondjuk süt a nap, árnyék van oké, de mondjuk valamikor meg rossz időben nem annyira nagy fán. Izlandon is tök jó élmény volt, de fel kell készülni, vinni kell elég vizet, vinni kell elég ruhát, mert tud fújni a szél, fázni tudsz, ezekben járulok, de felkészült, tudod, hogy Izlandon milyen időjáráson, oké, szuper, hogy akarsz stoppolni, akkor vigyél magaddal, eleget lehet stoppolni. Valamikor hamarabb, valamikor nehezebb, de fel kell készülni, elegendő cuccok vinni kell magaddal. Szerintem például a víz, de víznek lennie kell, ezt én is megtanultam. Spanyolországban voltam, a Primitivón, az egy nehezebb Camino, tehát ezeken már hegyesebb, és elfogyott a vizem. És amúgy nem nagy fáj, tehát így már szédültem, már szikráztam, már ott voltak ilyen vadlovak, azok ittak ilyen megpocsájáról már, hogy abból fogok írni, valahogy levergődtem és valami folyóból volt víz. Víz az legyen mindig, meg mindig elegendő felszerelés, nem kell minden magaddal, minden az adott, akár stoppolni mész, akár a hegyekbe mész, bármilyen hosszabb túrát csinálsz, az információ meg legyél felkészült, akár úgy van, akkor 2 cipőd, például a Caminón is, hogy van egy szandálod, vagy van egy túracipőd, hogyha van egy vízfolyagod, akkor tudod cserélni, és ezek nem olyan nagy súlyok, de érdemes magaddal vinni, fel kell készülni. Tehát ez valamilyen szinte munka, tehát lehet fun, de akkor nagyon rossz élmény is lehet, hogyha nem vagy felkészült, és általában a felkészületlenségből jön, akár hú, medve lábnyom, most akkor menjek tovább, vagy ne, hát ne, tehát a medvét azért elkerüljük messziről, nem kell itt magánykodni. Vannak olyan jelzések, vannak olyan információk, amiknek a tudatában tudsz biztonságosan menni, egy élmény tud lenni. Tehát a Caminon is látom, hogy nagyon sokan elindultak rossz cipővel, rossz táskával, rohantak, stresszeltek, oda kell érni, pedig lehet, hogy ha alapdolgokon változtatnak, menet közben lecserélik, elfogadják a tanácsot, hogy felkészültek, teljesen más élménnyel térnek haza, akár egy hosszabb stoppos útról, akár egy El Caminóról. Tehát nem tudom, neked például a felkészülésben milyen tapasztalatok voltak? És nézzük, volt szó a vízről, az egyik legfontosabb. Van ugye ez a 2-es szabály, hogy levegő nélkül 2 percig, víz nélkül 2 napig, élelem nélkül meg 2 hétig bírod ki. A vizet én mondjuk úgy oldom meg, hogy van egy ilyen mezei, mechanikus elven működő víztisztító. Nagyon jó, bárhol a világon veszel vizet, még az pocsolyából is megszűri annyira, hogy nem leszel tőle rosszul. Azóta már neked is van ilyen. Igen, ez mondjuk egy alap dolog, és sajnos ugye egyre szennyezettebbek a vizek mindenhol, úgyhogy már nincs ez, hogy belehajolok egy patakba és akkor iszok belőle, mert elég csúnya vége tud lenni. Ez a kis szűrő elfér tulajdonképpen a zsebembe, így aztán bárhol el lehet magaddal vinni. Ugye sok országban van az, hogy még a csapvizet sem lehet meginni. A Közel-Kelet, Egyiptom, ez mindenről híres. Oda is ezeket a vackokat, ugye ha magaddal viszed, abban a pillanatban tudsz csinálni vizet, nem kell kínlódni vele. Egyszerű, mondom, kis helyen is elfér, és hát víz nélkül egyszerűen azt nem lehet megoldani. Tehát oda valami kell. Ez egészen pontosan egy Katadyn BeFree nevezetű szűrő, Y-nal a Katadyn. Ha jól emlékszem, egyébként bárhol netről lehet rendelni, tehát nem... Különböző méretűeket lehet rendelni, mert van egy ilyen kis kupakféléje, egy műanyag valami, abban van maga a szűrő. És van hozzá egy ilyen, hát egy műanyag zsák, ezt nem tudom szedben fogalmazni, és azt lehet választani, hogy ez mekkora legyen, 1 literes, 2 literes, van azt hiszem, még 5 literes is belőle. Ebbe a zsákba veszel vizet bárhonnan, rátekered ezt a szűrőt a tetején, és akkor elkezded kinyomni, és ami kijön, az már gyakorlatilag 99,9999%-ban írható, és nem lesz belőle gond. Mondjuk ezt mindenféleképpen ajánlom nektek, tényleg a szűrő, ha jól emlékszem, valami 10 000 szűrést ír, tehát nem azzal kifejezetten hamartönk nem egy dolog, cserélhető, tehát az gól. Neked? A víz mellé a főzés, tehát ugye a hosszabb túrákon egy pici főzőszettet, akár spiritus kockát, vagy gázfőzőt, vagy gázt hiszel magaddal, főzni tudsz magadnak. Tehát ezzel is azért nagyon sok mindent lehet spórolni, és mondjuk egy hétre kimész csak a kék túrára, tehát itt Magyarországon is a kék kört, kék túrát is lehet az egészet megcsinálni, és most tömegközlekedés szempontjából, vagy eljutás-odajutás szempontjából jobban megéri több napot egyben megcsinálni. És ahogy pont tegnap is hallottam, hogy tök drága szálláshelyek vannak, és akkor a vadkempingezésről is beszéltünk, hogy a vadkempingezés megnézitek itt és informáltok, valahol legális, valahol nem legális, például Magyarországon legális, csak úgy kell ott hagyni, ne hagyjál szemetet magad után, ásd el az örülékedet magad után és társadalmat. Tehát lehet vadkempingezni, csak ennek is van kultúrája, és lehet magadnak főzni. Tehát ezek sem olyan ördögtől valók, tök jó tutoriál videók vannak, meg nem bonyolult, nem nagy cuccok ezek, meg elvinni magad egy teát, egy leves megfőzni, tehát ezekkel is a költséget nagyon-nagyon lehet spórolni. Tény, hogy lehet délután a zabot, vagy a tejberést, vagy a bolonyait már unod, vagy lehet sok mindent meg lehet főzni ezekben, csak mondjuk a gáz ki tud fogyni, meg olyan kell, hogy hamar meg tudsz főzni, de ezekkel is a büdzséden sokat tudsz spórolni, nem kell város keresned, bárhol akarsz, hogy tudsz kávét magadnak megfőzni reggel, tehát ezeket is magaddal tudod vinni, amilyen tapasztalat neked is vannak a főzni. Én más jellegű, azt mondanám nektek, hogy én nem nagyon szoktam főzni, mert nem is tudok, meg nem szoktam ilyen jellegű cuccokat magammal vinni. Viszont ugye nagyon jó kifőznék vannak most már mindenhol, most nem a McDonald's, hanem az ilyen műanyag szemétre gondolok, amit étel címen adnak nekünk, hanem azokra, hogy egy jó kebabos, most csak mondok valamit, vagy bármi. Amit ajánlok nektek, hogy soha ne arra a helyre menjetek, ahol nincsen senki. Nem véletlenül nincsenek ott emberek. A másiknál meg nem véletlenül állnak nagyon sokan. Én futottam már alá, azt szerintem pont Korzikában volt ez, hogy bementem egy ilyen kajárdába, amit egyébként ajánlottak is. Amikor így szétnéztél, így adott az első gondolatot, hogy milyen kaját tudnak itt csinálni, amit én megennék. Mert úgy nézett ott ki egyszerűen minden. Olyan helyekre kell menni, amin látszik, hogy ott vannak emberek, jól is érzik magukat, az is nagyon fontos. Tényleg, tehát higgyétek el, hogy azért, mert valami olcsó, attól még valószínűleg lehet szar, és ez a kajálásnak pont nem jön jól, mert megbetegszel tőle, vagy bármilyen jellegű bajod lesz, azért mondjuk egy ilyen nagy utazás során nem feltétlenül élmény, hogyha minden második percben a WC-t kell keresgetni. És tudjuk sajnos, hogy olcsó húsnak ég a lele. Ha valamit olcsó megveszel kaját, az nem biztos, hogy akkora élményt fog adni. Tippek, tanácsok nekem a hosszú távú, tehát az a El Camino volt, a nagy El Camino, ami Budapestről indultam neki. Én azt végig vadkempingeztem, jó nem végig, nagy többségét vadkempingeztem, mert valamikor Plébánián befogadtak, valamikor megszólítottak túrázókat, hogy mit csinálsz, ekkora táska, és meghívtak magukhoz. Tehát én napi 5 eurós büdzséből hoztam ki ezt a 7 hónapos túrázásomat, ehhez kellett, hogy azt a 20 kilós táskát magammal cipeljem, vadkempingezzek, magammal főzzek, de így tudtam ezt a büdzsét így kihozni. Tényleg nem való ez mindenkinek, meg nem muszáj mindenkinek így csinálni, meg valaki csak mondjuk egy hónapra akar kiszakadni a mókuskerékből, mert maga a kis út, ami Saint-Jean-Pierre-de-Porton indul, Santiago de Compostellába, vagy Busiába és Finisterre tovább, azok még pár napos túrás Santiago-ban, azokat egy hónap alatt ki lehet hozni, és azoknak is most már azért az albergig lehet, hogy valamennyire drágulnak, infláció és mi egymás. Legtöbb helyen, legtöbb kocsmában vannak ilyen peregrino menők, amik tök olcsók, tehát nem olyan drágák, nem olyan drágán ki lehet hozni. És ha valaki erre vágyik, hogy mondjuk hosszú távon túrázzon, még egy hónapra, minimális büdzséből ki lehet hozni, valaki még négy nagyobbra akar, vágyik. Tehát mondjuk sokan például Franciaországban, ahol laknak, onnan indulnak ennek az El Camino, az egész Európát behálózza, tehát Szentpéterváról is el lehet indulni. Tehát sokan csinálják azt, ahol laknak, kilépnek az ajtóba és neki indulnak. Tehát nem muszáj, nem mindenkinek van egy ideje, energiája, nincs kedve ekkora cuccot vinni magával, meg nem is muszáj. Tehát ez az én low budget, tehát a minimális büdzsének köszönhető, hogy én ekkora egy 20 kilós táskát cipeltem, lehet ennek a felét is, de akkor mondjuk szálláson alszol, a szállásért naponta fizetni kell, ami mondjuk Németországban, Franciaországban, Svájcban azért igen húzós tud lenni. Tehát nekem Svájcban 2 hét volt keresztülségen, minden este mondjuk valahol szállásért kellett volna fizetnem, akkor meg 3-4-szereztem volna akár a büdzsémet. Nekem ezzel a vadkempinggel kulturáltam, figyeltem a természetre, tök nagy élmény volt a nappal kelni, a nappal feküdni, tehát naplemente, jött a nap, akkor én is összepakoltam magamat, indultam tovább, találtam vizet, találtam egy szép panorámát, akkor meg ott felvettem a sátramat. Tehát nekem ez volt az egyik ilyen hosszú távú utam, hogy én végig sátraztam, vadkempingeztem, valahol lehet, valahol nem lehet, de nem találkoztam soha így erdőrrel, vagy rendőrrel, mert közben, hogy te mit, mert nem voltam szem előtt. Tehát amikor már beestedett, jó, kinyitottam a sátramat, megfőztem magamnak, lefeküdtem, és kulturáltam, ott vettem a helyet magam után. Nekem ez volt az egyik ilyen hosszú távú utam. Hosszú távú utat, a legnagyobbat, amit lehet ezen spórolni, mert ugye a low budgetről is beszélünk, ez valóban a szállás. Szóba került ugye itt a vadkemping. Nagyon sok helyen csináltam már, olyan helyen is, ahol egyébként első ránézés azt mondanátok, hogy nem lehet például a szlovén tengerpart, minden négyzetméterre be van építve, tulajdonképpen lehetetlen elbújni. Nekem mondjuk éppen ezért van is egy ilyen szabály nálam, az első vadkempinges szabály, hogy bárhol, ahol megállsz és ott egyszer meglátod valaki. De mindegy, hogy ki az, hogy a kutyás sétáltató nagymama vagy bárki, abban a pillanatban pakolok össze és megyek el onnan, mert ha már valaki tudja, hogy ott vagy, az már túl sokat nem segít ezen az egészen elő, mert vagy a rendőr hívja rá, vagy valaki olyan tudja, hogy ott vagy, akinek nem kéne, mert aztán volt már ugye egy szó, hogy ugye nem vagy gyilkos, meg stb. Soha nem lehet tudni, hogy ki látott meg. Éppen ezért én abban a pillanatban, hogy észreveszem, megyek is a következő helyre. Most az, hogy milyen helyeket lehet találni vadkempingezés szempontjából, ez egyébként mindenkinek a saját preferenciája, ugye attól függ, hogy most mivel indultál el, függőággyal, sátorral, akármivel, bár én aludtam a szlovén tengerparton egy ilyen őrbódé, egy ilyen, minek hívják, ez a play lemezből összeállított őrbódének a tetején, így a semmibe. Lehet ezt érdekesen is csinálni, viszont mondom, ez nagyon fontos, hogy mindenkinek egyéni preferenciája, hogy melyik az a hely, ami számára megfelelő vadkempingezni. Ezt csak is a tapasztalat tudja megmondani, mert most én is hiába mondom nektek, hogy itt ezen a helyen, hogyha odamész, akkor amikor én ott voltam, akkor ott nem volt senki, hogy jól lehet vadkempingezni, azóta már lehet, hogy nincs is meg az a hely, vagy beépítették, vagy már látszik ott minden. Ki kell alakulni annak a szintén hatodik érzéknek, hogy ez a hely jó lesz hozzá, ha pedig megvan, akkor viszont ugye, ahogy Attila is mondta, hogy van ennek kultúrája, igen, hogy normálisan ott lehet hagyni. Ha jól emlékszem, egyébként Magyarországon az erdőtörvény szabályozza ezt az egészet, és akkor Magyarországon úgy lehet vadkempingezni, hogy 1-24 órát maradhatsz egy helyben, és tulajdonképpen ennyi, de természetesen csak olyan helyen, ami nem természetvédelmi terület, még nem magánterület. Most nyilván azt mondani se kell, hogy a szemetet meg a többi ilyet azt nem hagyjuk ott, mert ha már oda vitted, akkor onnan haza is tudod vinni. Annyiban, hogy bocsánat, hogy vadászszezonban érdemes egyébként az elvészetnek bejelentő legyópartok. Meg ha mondjuk ki van írva, ezt a legutóbb a feleségem futott bele, hogy túráztak volna, csak simán túráztak volna, és ki volt írva, hogy itt vadászat van, akkor abba az erdőbe nem menjetek be, tehát ez így logikus, hogy erről érdemes tájékozódni, meg informálódni. Ami a vadkemping, nekem Új-Zélandon volt, hogy hát nem is vadkemping, hanem kocsiban aludtunk, de például Új-Zélandon azt se lehet, és kaptuk a csekket, tök gyorsan, mert ott volt reggel, meg is kopogtattak be, ott hagyták a csekket, tehát mi támogattuk az új-zélandi természetvédelmet ilyen $300, mert ott például van egy tök működő app, lehet kempingezni, vannak erre kialakított kempinghelyek, zuhanyzóval, minimális mosdó, minimális zuhanyzó, de erre vannak kialakított, és csak ott lehet. Tehát például Új-Zélandon ezt nagyon szigorúan veszik, hogy mi egy egyszerű part mellett aludtunk a kocsiban, mert olyan volt a kocsi, be tudtuk hajtani, matracot tudtuk nyitni. Egyszer meg egy városban, mert hullafáradtak voltam már az és nem akartam tovább, mert ebben a parkolóban az nem lesz gond, hát de itt is visszatérjük az információval, amit mondható, hogy a vadászszezonban mindennek utána járni, hogy merre mentek, mik a szabályok, milyenek a rendőrök, mit lehet stoppolni, hogy kell stoppolni az információt, és hát azért most még 2021-ben rengeteg blog van, rengeteg honlap, utána lehet járni. Én még az utazáshoz azt is felírtam magamnak, hogy én most nem stoppolva jöttem, mert nem volt annyi idő, hanem a régi útcsettel. Életemben először érdekes élmény volt, de nem egy ilyen indiai vonatot kell elképzelni, de fullon volt, meg nem tudtam a lábamat kinyújtani, de tök olcsó volt, tehát 13 euróért jöttem el Bécsből Budapestre, ami tök jó, visszafelé meg 9-ért. Lehet a Flixbus, lehet a régi útcset, lehet a Ryanair, hogy persze ki mennyire ökonáció, ki mennyire... Én amúgy egy csomót vonatoznék, de például rohadt drága, tehát a vonatozás most még jelenleg nagyon-nagyon drága, tehát sokkal olcsóbb. Tehát ez a vonattársaságnak a feladat, hogy államnak a beleszólása, mert szerintem sokan közöttek is mondjuk éjszakai vonatoznának, hogy akkor nem kell szállásért fizetni, út le van tudva, jót aludtam, de sajnos még a vonattársaságok még nem vették fel a versenyt a repülőtársaságokkal. Flixbusnak is nagyon jó árai vannak, tehát itt tök sok helyre el lehet jönni. Tény, hogy lehet, hogy 6-8 órát vonatozni kell, hogy Hamburgba ide-oda eljusson az ember, de ezek sem ördögtől voltak, nem muszáj mindenhova kajakkal menni, vagy stoppolva, vagy telekocsival. Tehát nagyobb távokat, sokféle hogy telekocsizni is, hogy összeállni többen, tehát ezeket a benzinköltséget megosztani. Használni kell az észt, tehát itt meg ötletelni kell, hogy min lehet sokat spórolni, mert lehet spórolni, és Magyarországi fizetésből is el lehet indulni, és például a kék követ is egy tök jó túra, és nem azt mondom, egybe le kell tolni, van olyan, én sem úgy gondolkoztam rajta, az is egy tök izgalmas túra tud lenni, tehát nem muszáj nagyon messzire elmenni, vagy Erdélyben is jó helyek, túrák vannak, és ott is ki lehet szakadni, és egy hónapra el lehet menni, olyan hosszú távú utazásról beszélünk, nem kell hozzá őrületesen nagy büdzsé, informálódni kell, tájékozódni kell, lehet inspirálódni, például ezen a fesztiválon is, tehát nagyon sok izgalmas túra lesz, hogy Afrikában, vagy például Afrikában nem voltam, terve szerint például önkéntesnek akartam menni hosszabb távra Afrikába, de nem jó visszajelzéseket kaptam azokban az országban, ahol én akartam menni, ezért mentem Böjte Csabához. Tehát én Böjte Csabánál voltam Erdélybe, és ha már ott voltam, akkor néha csillagtúra-szerűen megmásztam a Moldovánit, elmentem a Prédikátorszékre, tehát így el tudtam menni pár napra, elengedtek, de majd visszamentem és folytattam az önkénteskedést. Tehát az önkénteskedés egy tök jó módja, hogy mondjuk Görög-szigetre a farming, tehát a woofing is még működik szerintem, tehát tök sok lehetőség van, hogy mondjuk elmész valahova, ott dolgozol, de mondjuk az adott szigetet, az adott országot mondjuk egy hónap, 2 hónap alatt sikerül fel tud fedezni, nem sok pénzből. Valahol mondjuk a woofingnál például adnak kocsit is, tehát oké, itt a kocsi használhatod, tehát ott is, Új-Zélandon is sok ilyen hely van, ahol kapsz erre lehetőséget, és te fel tudod fedezni. Én most például szeptemberben 2 hét alatt a Balkánon tettünk egy nagy kört, nem sok idő, meg valamilyen szinten persze rohanós, meg Albániára nem elég akár egy 2 hét, hogy ott a természetet felfedez. Tehát az idő, tehát ezt az időmenedzsmentet nektek kell látni, hogy mire van időtök, milyen büdzsét tudtok összerakni. Sokszor az idő múlik, a repjegyvásárlás is, vagy a vonat, vagy a Flixbus, vagy most lehet, hogy 2 nap múlva lesz jó áron egy Flixbus jegy, vagy 2 nap múlva találsz olyan hostot, vagy tudsz maradni, államazéknek valamelyik hossznál, vagy valamelyik hotelben, vagy motelben, vagy olcsóbbak, hogy az időmenedzsmenttel ügyesen kell bánni, és fel kell készülni. Szóval szeretném megkérdezni, hogy a utazás tervezésben itthon, illetve útközben milyen térképet használok? Papír? Én nem használok már papír alapú térképet, elázik, nem tudod hol van, szétszakad, stb. A telefon meg ráadásul valós időben tud mindent, de szó szerint mindent. Ott van az internet, én többféle térképet használok, a Windy Map-et, azt tudom ajánlani, azon a bicikli útvonalattól kezdve minden rajta van, és nem kell külön letöltögetni még hozzá, hogy ez a fajta térkép, az a fajta térkép, hanem letöltöd, hogy mit tudom én, Ausztria, és akkor ott van minden, de az ilyen magassági vonalattól a hegyeknél tényleg egyszerűen mindent meg lehet találni, annyira részletes a térkép, hogy még azokat a táblákat is jelöli a túraösvényeken, ahol ugye tényleg rendesen kint is van tábla, hogy erre lehet menni, itt a Grossglocknerhez, akárhova. Azt ajánlani tudom, én a kajakozás miatt szoktam még használni a C-mapet, C-kötőjelme, ez egy kifejezetten tengeri utazásokra való térkép, jó drága, mert 19 000 forint egy évre, viszont minden benne van, amit el lehet képzelni, a világító tornyoktól kezdve a vízmélység, a kikötő, hogy milyen kompok mennek onnan, tehát mindent meg lehet nézni. Éppen ezért én nem használok semmit, ami papír alapú. Magamnak szoktam készíteni egy kis fecniket, hogy nagyjából lássam az irányt, mert mindig nem fogom is a telefon basszogatni, meg internet sincs mindenhol. Nekem olykor előfordul, hogy lefotózok, tegyük fel egy térképet. Még a legelső Caminomon volt, hogy egy utikönyvet vittem magammal, de az már lassan ilyen 8-9 éve volt. Tehát én csak Google-ből lementek mondjuk egy térképet, és akkor offline verzióban tudom használni, vagy fotót csinálok az adottról, de és papír plusz cucc, történhet valami, oké, le lehet laminálni, meg fólia, meg mélyes. Én papír alapon nem viszek magammal, tehát előre felkészülök, lementek. Jó, persze, mi van, elhagyom a telefonomat, vagy bármi ilyesmi, de azért figyelek ezekre az eszközökre, és volt, majdnem ellopták, meg eltűnt, meg lemerült. Most friss az élmény, tehát a Görögországban nincsen kultúrája a túrázásnak, ugye nincsenek jelzések. Így a neten találtunk túraösvényeket, hogy ezt ajánlották, de itt például Magyarországon is nagyon nagy kultúrája van, hogy van jelzés, kék csík, ilyen háromszög, olyan kör. Például Görögországban netet használtuk, hogy merre, és tényleg nem volt letaposva, nem volt jelezve, de ahogy szép helyekre el tudtunk menni, meg szép panorámák, meg partokon mentünk, de ott például nem volt ennek a kultúrája. Hát az ilyen urizálás, hogy miért ugyan természeteket, tehát miért nem van ugyan már. Van különbség például, de nagyon szép helyek vannak. Még annyit használok hozzá egyébként, hogy a legjobb GPS mindenhol a nénik. De most ezt halál komolyan mondom, tehát meg kell kérdezni őket, és jó, elmondja az élettörténetét is, de ez vele jár, de hidd el, hogy releváns információkat egyébként a helyektől, főleg az idősektől, de amit te is mondtál, Attila, egyébként, hogy nagyon jók ezek a térképek, amik ki vannak téve ugye ott a helyszínről, mert ott azt, aki megcsinálta, az ezt tényleg ismeri, tényleg tudja, arról a térképről, ami jelölve van, az biztos, hogy ott lesz és jó is lesz. Én a Google-nél sajnos sokszor futottam már ebbe bele, hogy amit jelöl, az már vagy nem létezik, vagy nem akkor van nyitva, vagy már fizetős. Igen, jó a Google Maps, de szerintem vannak attól jobb dolgok is. Tehát ez a Google Maps ez nagyon sok mindent tud, de csak úgy nagyjából helyjel közel Éppen ezért mondtam az előbb ugye azt a másik kettőt, nem tudom, neked Google Maps-el van még valami tapasztalat? Mondjuk a Google Maps-et mi autós utazáshoz használtuk jobban, de még az adott helyen. Tehát én például szeretem a turisztofiszokat is, tehát bemenni, mert tényleg, amit Marci is mondott, hogy lehetnek változások, hogy most be van zárva, nincs bezárva, van lavina, most lehet, Marci is megy kletterezni, tehát ezeknek mindig az aktualitás, hogy melyik időben lehet menni, szabad-e menni, például a klettes tájnál is az a Via Ferrata, a vasalatul, ott se lehet mindig, tehát meg kell nézni, hogy meg vannak többen, hogy hegymászás miatt utaznak el, valahol stoppolnak el valahova, hogy mész el, mert meg akarod mászni a Dolomitokban ezt, aztán azt mondja, hogy utána kell nézni, hogy lehet, engedélyezett, mi van, hogy van, mert például ezt a feleségem mesélt a Mont Blancnál, meg egy időben már rendőrök is álltak, lehet, hogy akármilyen cucca nem mehetsz föl. Tehát sokan ilyen, nem azt mondom, hogy flip-floppa, hogy próbálták meg, de mondták, hogy nincsen háborúvasnál, nincsen csákány, akkor nem lehetsz, akkor te itt maradsz, mert annyi haláleset volt, tehát Európában az egyik legveszélyesebb hely. Például a Mont Blanc, és ott már odáig fajultak a dolgok, hogy a rendőrök álltak, hogy hello, nem mehetsz föl. De sajnos nem sokára fog érkezni a fotózás és utazás telefontól a DSLR-ig, meg átadjuk a terepet nekik. Mi itt vagyunk, tehát ide tudtok jönni hozzánk, vagy még a következő két napban is. Nyugodtan keressetek meg, gyertek bátran, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!